Európában a modern mezőgazdasági gyakorlatnak és az európai törvényeknek köszönhetően folyamatosan biztosított az egészséges, megfizethető és biztonságos élelmiszerellátás. A kártevő irtószerek használatát szigorú biztonsági előírások szabályozzák. Ezek a szabályok egyaránt védik a gazdákat, a fogyasztót és a környezetet. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hivatal előírja, hogy az Európai Unióban csak olyan növényvédőszert lehet használni, amelyről tudományosan bizonyított, hogy nincsen káros hatással a felhasználókra és az azzal érintkezésbe kerülő emberekre, amely nem károsítja a környezetet, valamint valóban megfelelően hatásos. Mi tehát a fő probléma? Semmi baj nincsen akkor, ha az EU által jóváhagyott növényvédőszereket használunk. Mi a helyzet a hamisított növényvédőszerekkel? A bűnözők az egész világon egyre nagyobb mennyiségben gyártanak és forgalmaznak hamisított kártevő irtószereket. A növényvédőszerek nagyértékű termékek. Mivel létfontosságúak a gazdák számára, egyáltalán nem meglepő, hogy az engedély nélküli és hamisított áruknak jövedelmező piaca van. A hamisított áruk világméretű kereskedelme már sokkal többről szól, mint hamisított kézitáskákról vagy napszemüvegekről. Mint minden hamisítványt, a hamisított kártevő irtószereket is csak a gyors haszonszerzés céljából gyártják, figyelmen kívül hagyva az egészségre gyakorolt káros hatásukat, vagy a biztonsági előírásokat. Ezek a hamisított kártevő irtószerek engedélyekkel nem rendelkező, ismeretlen összetevők kombinációját tartalmazzák. Hogyan kerülnek egyáltalán be a hamisított kártevő irtószerek Európába? A technológia széleskörű elterjedése és a jogi kiskapuk mind könnyebbé teszik az illegális kereskedők és a hamisítók életét. Ez komoly, szervezett bűnözés. Az illegális kártevő irtószerek túlnyomó többségét Kínában gyártják, és hamis okmányokkal szállítják Európába. Európába szárazföldön, légiúton vagy tengeren érkeznek, gyakran csak azért, hogy átcsomagolják őket és tovább szállítsák a célállomásra, immár új, de ugyanúgy hamisított okmányokkal és termékcímkékkel. A hamis címkékkel ellátott vegyi anyagok szállítása valódi fenyegetést jelent az egészségre és a biztonságra. Az európai piacon forgalmazott kártevő irtószerek mintegy 10%-a illegális. Ha valódinak tűnő címkékkel látták el, elég nehéz felismerni a hamisítványt. A hamisítványok elkerülésének legjobb módja, ha hivatalos értékesítőtől vásárolunk. A gazda és földje szenvedi el rendszerint a legnagyobb csapást. Pénzt veszítenek az olcsó áru miatt, mely egyrészt nem védi megfelelően a terményt, vagy ami még rosszabb, tönkreteszi azt. A lehetséges kockázatok azonban kiterjednek a gazda egészségére, a környezetre, valamint olyan mértékben károsíthatják a talajt, hogy az a jövőben is problémákat okozhat az aratásnál. Ha megakadályozzuk a hamisított rovarirtószerek beáramlását az Európai Unióba, azok nem fognak eljutni a piacra. Amit tennünk kell, megfelelő jogosultsággal kell felruházni a vámszervek képviselőit, meg kell állítanunk az Európai Unióba érkező törvénytelen áruk beáramlását, és biztonságosan kell megsemmisíteni azokat, hogy megakadályozzuk újbóli felhasználásukat. Amit tennünk kell, lehetővé kell tennünk az együttműködés a kártevő irtószerekkel kapcsolatos jogszabályalkotók és a vámszervek képviselői között, mivel szakértelemre és csapatmunkára van szükség ahhoz, hogy beazonosítsuk a törvénytelen rovarirtószereket és megakadályozzuk azok behozatalát. Thank you.